És itt van már László Zoltán és Balázs Zsolt Mihály. És Koda Fábiával. Nektek hogy tetszett az első három gyorsasági? Hát érdekes volt, én már régen mentem ilyen lobogós pályákon, de meg kell szokni ezt is. Szeretitek egyébként az ilyen lobogós pályákat, szoki közben az autó, vagy csak úgy csinált? Úgy csinált, én nem szeretem. Én azt szeretem, hogy sokkal több kanyar van egy pályán, de hát... Kapjuk el az autót, igen, szerintem. Hát itt ezek a körülményekre, ezt kell alkalmazkodni. Majd nézem az autó viszont menni, akkor ugye nem tartunk fel titeket, hajrá! Thank you.
László Zoltán és Balázs Zsolt a dobogón a Fábiával, akik a harmadik helyen zártak a Mitropa kupa értékelésében. Úgyhogy ehhez is gratulálunk, meg hát nyilván mindenkinek már az nagy dolog, hogy egyben itt van egy ilyen napot követően. Nektek mennyire volt izgalmas ez a szombat? Hát nagyon jó volt, jó voltak a pályák, jó idő volt, végre nem esett az eső, jó volt, nagyon tetszett. Akkor az elét is megúsztátok, ami a gumiválasztást illeti? Hát először nem igazán volt jó gumi arra a pályára, de utána a következő körben javítottuk rajta, és akkor már jobb lett. Minden tekintetben jó emlékekkel hagyjátok el az idei meccsek rallit, hogy tetszett a verseny összességében? Mindenképpen nagyon jó volt, pörgős volt, nagyon jó pályák voltak, újdonságok is voltak, nagyon jó volt. Nagyon örülök. A Mitropa kupa harmadik helyezettjei tehát az idei meccsek rallin, László Zoltán és Balázs Zsolt. A Skoda Fábiával.